kevés a házi orvos. 16 tartósan betöltetlen praxis van jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a szám országosan 230 fölötti. Jelentős kiesés. Az aszályos nyár miatt az idei évben szinte minden kultúrában lecsökkentek a betakarítható termésmennyiségek. 56-ra emlékeztek, a megyében is számos helyszínen tisztelegtek az 59 évvel ezelőtti események hősei előtt. A központi ünnepségnek idén Nyírtelek adott otthont. Tizenhat tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a szám országosan 230 fölötti. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A helyzetet tovább nehezítheti, hogy csak júniusig 912 külföldi munkavégzéshez szükséges bizonyítványt állítottak ki egészségügyi dolgozók részére, derül ki az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ adataiból. Az ország keleti felében egyre kevesebb a háziorvos és a gyermekorvos. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 16 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van, főleg a szatmári és beregi területeken. Ezt a hiányt két módon próbálja megoldani az OEP és az Országos Alapellátási Intézet. Vannak a Praxis Program 1 és 2 nevű kezdeményezések. A Praxis Program 1-ben tartósan ellátatlan körzetekbe helyettesítést tudnak vállalni kollégák, akik vállalják, hogy 6 éven belül megszerzik a háziorvosi szakvizsgát. Praxis Program 2 pedig az már meglévő szakvizsgával rendelkező kollégák, klinikai szakvizsgájuk van, kórházi szakvizsgájuk, és vállalják, hogy ők inkább háziorvosként dolgoznak. Ő nekik is egy átképzést követően 6 évük áll rendelkezésre, hogy háziorvosként szakvizsgát tegyenek. A háziorvosok 70%-a 50 év feletti szakember, átlag életkoruk 59 év felett van, a házi gyermekorvosoké még ennél is magasabb. Ez azért probléma, mert a következő években egyre többen elérik majd a nyugdíjas kort. Sok fiatal azért sem szeretne háziorvosként dolgozni, mert főleg a kisebb településeken lenne rájuk szükség, távol a nagyobb városoktól és megyeszékhelyektől. Ezeket a fiatal orvosokat próbálják egy új programmal ösztönözni. Indult egyébként az OEP-nek, most van egy programja, egy 500 milliós keretösszeggel országosan. Ezt a 230 praxist kellene, hogy betöltsük. Azok a kollégák, akik egy olyan praxisba mennek el, ami egy éve nem betöltött, azok 6 millió forint támogatást kaphatnak, azok pedig, akik már 5 évben be nem töltött praxisba, pedig 10 millió forint, az, ami támogatást kaphat a kollega, hogyha vállalja azt, hogy 4 éven keresztül viszont ebben a praxisban szerződést köt az önkormányzattal. A program keretein belül erre a 230 helyre eddig azonban mindössze 2 jelentkeztek. Az Orvosi Kamara megyei alelnöke Sós Zoltán szerint egy életpályamodell kialakításával lehetne kedvezővé tenni a házi orvosi praxist. A vége felé közelednek az őszi betakarítások a kukorica, a napraforgó és a burgonya földeken. Az aszályos nyár miatt az idei évben szinte minden kultúrában jelentősen lecsökkentek a betakarítható mennyiségek. A kukorica a tavalyi évszázados rekordtermés alig felét produkálta az idén. Emellett a napraforgó és a burgonya hektáronkénti hozama sem haladta meg jelentősen a tavalyi termés átlag felét. Kukoricát 140 ezer hektáron, napraforgót közel 50 ezer hektáron termesztenek a gazdák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az idei csapadék mennyiség megközelítőleg 200 mm volt, ami alig egyharmada a jó terméshez szükséges mennyiségnek. Kukorica sajnos a mi megyeinkben a tavalyi évnek az 50%-át se éri el, most már az 53% betakarítottságnál tartunk, és a 3,4 tonna a termés átlag, ez a tavalyi évben a 7 tonnát is meghaladta. A napraforgó esetében is elmondható, itt már egy 97%-os betakarítás, és a 2,1 tonnát alig haladjuk meg. A burgonya betakarítása a termőterületek mintegy 98%-án már megtörtént. A hektáronkénti termésátlag alig haladja meg a 140 mázsát, ami a tavalyi év hozamának megközelítőleg az 50%-a, mondta el Rácz Imre, majd hozzátette, a gazdák a gyenge termésátlagok miatt jobb felvásárlási árakra számíthatnak. A felvásárlási árak, mint ilyenkor természetesen, ha valamiből kevés van, akkor jobb pozícióba kerülnek az árak. A kukoricánál 42 és 45 ezer tonnája, a napraforgó a 108 ezer forintot is meghaladja,
tonnánként, a burgonya is 60-80 forint között van. Én úgy gondolom, hogy az árakkal nincsen baj, valamelyest talán javít is ezen a hozam kieséseken, úgymond, mert a termés átlag azért az 50%-ot alig haladja meg. A földművelésügyi miniszter közleményben hirdette ki azoknak a járásoknak a listáját, ahol aszályhelyzet volt 2015-ben. Az érintett gazdák legkésőbb november végéig jelenthetik hozamkieséseiket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal felé. A mai napon országszerte az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek. A megyében is számos helyszínen tisztelegtek az 59 évvel ezelőtti események hősei előtt. A központi ünnepségnek idén Nyírtelek adott otthont. A megyei közgyűlés vezetői, tagjai, valamint megyebeli polgármesterek részvételével rendezték meg Nyírtelken az 56-os megemlékezések központi ünnepségét. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében az 56-os fiatalok elhivatottságát, bátorságát emelte ki. Mint mondta, a forradalom hősei tetteikkel példát mutattak a mai élők számára. Nagyon megdöbbentő még mai szemmel is nézve, hogy milyen nagy erő kellett nekik ahhoz, hogy kimerjék mondani azt, hogy nem, egy olyan elnyomó hatalommal szemben, amelytől az egész világ rettegett, és emellett, hogy kimerték mondani a nemet, lényegében döntést is hoztak, tehát képesek voltak dönteni a saját sorsuk felett, magyarul felnőtté váltak a forradalmi napok alatt, és valóban olyan felnőttekké, akik képesek voltak a legszentebb dolgot is feláldozni a magyar nemzetért, méghozzá az életüket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez azt hiszem, hogy mindenképpen gondolatisíkon egy nagyon-nagyon követendő példa a mai nemzedékek számára is. Nyírtelek polgármestere megtiszteltetésnek tartotta, hogy a város adhatott otthont a központi megyei ünnepségnek. Ez a nap azért is fontos volt, mert úgy éreztük egy kicsit, ahogy 56-ban a forradalmárok, hogy a világ tekintete feléjük fordult. Mi nyírtelkiek, Nyírtelek vezetése, Nyírtelek lakói, mi is ezt éreztük, hogy egy kicsit felénk fordult a megye tekintete. Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, hogy az 56-os magyarországi események ütötték az első rést a Szovjetunió megdönthetetlennek hitrendszerén, és elindítottak egy olyan folyamatot, amelynek eredményeként már negyed százada szabadon ünnepelhetjük a forradalom évfordulóját. 1956. október 23-a tehát a nemzet egysége volt, ritka pillanat ez a magyar történelemben, és a nemzet egysége az tulajdonképpen itt él bennünk, nekünk, akik már szabadságban élünk, egy negyed százada, ezt a lángot kell továbbvinni. Ezért igazi ünnep 56, mert mindenki, aki lélekben egyetértett vele, cselekedett érte, elfogadta céljait, az ünnepnek tekinti. Az ünnepségen három évtizeden át végzett kiemelkedő közszolgálati tevékenysége elismeréseként a megyei közgyűlés ezüst emlékérme elismerést vehette át Balogné Kánsa Zita, a megyei önkormányzati hivatal főosztályvezetője. A rendezvény zárásaként a megjelentek az 56-os emlékműnél helyezték el koszorúikat. Máté Szalkán az 1956-os forradalom hőseiről koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg. Az ünnepségre a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium diákjai prózai és zenés előadással készültek. Lelkesen készültünk az október 23-ai megemlékezésre, amelyen 10-en vettünk részt. Az Esze Tamás gimnázium diákjaiként a műsor összeállításában versrészletekkel és dalokkal is készültünk. Az ünnepség szónoka, Rétvári Bence parlamenti államtitkár a megemlékezésen kiemelte, nem csak azok a hősök, akik győznek, hanem hős az is, aki nem adja fel. Ezért is fontos megemlékeznünk az 56-os forradalom és szabadságharc kis reménnyel, de nagy bátorsággal harcoló fiataljairól. Október 23-a magyar szabadság ünnepe. A világon talán a legtöbben a magyar történelemben az 56-os forradalmat és szabadságharcot ismerik. Az 56-os forradalmára pesti srác volt 1957-ben a Time magazin címlapján is az évembere. Ez az a kép volt az, amelyik ledöntötte világszerte mindenhol a kommunizmusról alkotott, néha egyesek számára pozitívabb képet is, és bemutatta, hogy ez egy veleig romló diktatúra volt itt Közép-Európában és Magyarországon. A magyarok ugyanakkor óriási bátorsággal fellázadtak egy kicsi reménnyel is a szabadságért a szovjet diktatúra ellen. Hősnek nem csak azokat mondhatjuk, akik győznek, hanem hős az, aki nem adja fel. Az 56-os forradalmárok ezért voltak
hősök, hiszen nem adták fel a küzdelmet, és megpróbálták Magyarországot újra a szabad nemzetek sorába emelni. Rétvári Bence ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, emlékeznünk kell arra, hogy a világ történelem során sehol máshol nem adatott meg olyan kis esély mellé akkora bátorság, mint 59 évvel ezelőtt a magyaroknak. Átadták a felújított Forgács kastélyt Mándokon. A beruházásról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A férfi kosárlabda bajnokság 5. fordulójában ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő 2 győzelemmel és 2 vereséggel álló együttese az 5 meccsen 4 győzelmet arató szombathelyi csapatot fogadja. Az elmúlt év eredményei alapján az ország 150 sportlövész egyesülete közül a 8. helyen zárta a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület, amelyben közel 100 fiatal versenyez jelenleg. Novemberben az egyesület rendezi a Diák Olimpia országos döntőjét. Több mint 700 millió forintból megújult a mándoki Forgács kastély. A szálláshelyé alakított műemlék korszerűsítéséhez még 2012-ben nyert 421 millió forint Európai Uniós támogatást egy helyi vállalkozó. A modern kastélyszálló így a térség kiemelkedő turisztikai látványossága lett. A mándoki kastély 1750-ben épült, az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott állapotba került, mondta beszédében a felújítást végző vállalkozó. A korszerűsítésnél elsődleges szempont volt, hogy a kastély eredeti hangulatát megőrizzék, nehézséget okozott viszont, hogy az épület műemlék és természetvédelmi területen áll. A kastélyban 12 szobát alakítottak ki, így jelenleg 24 férőhelyes. Én azt gondolom, hogy aki itt járt a 90-es években, akkor itt a szocializmus lenyomatát látta ebbe a kastélyba. Leégett, rossz használat, mindenki azt gondolta, hogy ez már soha nem lesz igazán Forgács kastély. És jött egy magyar vállalkozó, aki úgy gondolta, hogy ő megálmodott itt valamit. És ennek egy nagyon jó példáját látjuk most, hiszen egy wellness-szel is kiegészült szállodai szolgáltatásra alkalmas, megújult gyönyörű kastélyt látunk. A felújításhoz még 2012-ben nyert pályázati támogatást a beruházó cég. A 702 millió forintos fejlesztéshez 421 millió forint Európai Uniós támogatást kaptak. Az átadó ünnepségen elhangzott, ebben a régióban nem volt eddig ilyen magas színvonalú szálláshely, így az a térség fellendüléséhez is nagyban hozzájárul majd. A megyében, ha csak a megyei kitekintést nézzük, a legimpozánsabb kastély, de országos szinten is elmondható, hogy az első háromba benne van, és hogyha bővítjük a kört, akár nemzetközi szinten is megállja a helyét. Voltak már itt, ahogy a tulajdonos tájékoztatott, olyan ehhez értő szakemberek, akik azt mondták, hogy európai szinten is egy olyan kastély, amire nem csak ő lehet büszke, mint tulajdonos, hanem általában a térségben élő emberek is büszkék lehetnek. A kastély 13 főnek biztosít munkahelyet, elsősorban mándoki lakosok dolgoznak ezen túl a felújított szálláshelyen. Október 25-én kezdődik a téli időszámítás. Az órákat vasárnap hajnalban kell 3 óráról 2 órára visszaállítani, közölte a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT. A Mavir évek óta méri és elemzi az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy az átállítással évente mintegy 120 ezer megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország. Ez 30-40 ezer háztartás éves energia szükséglete, vagyis megfelel egy közepes méretű magyar város teljes éves fogyasztásának. Beslések szerint az óraátállítással a magyar fogyasztók évente a nyári időszámítás alatt mintegy 4-5 milliárd forintot takaríthatnak meg villamos energiaköltségeikből. A férfi kosárlabda bajnokság 5. fordulójában ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő 2 győzelemmel és 2 vereséggel álló együttese az 5 meccsen 4 győzelmet arató szombathelyi csapatot fogadja. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. A szezon 2 hazai meccsét a MAFSZ és a Pécs ellen megnyert a nyíregyházi együttes, amelyre szombaton vár az eddigi legnehezebb feladat. A szombathelyiek jól kezdték a bajnokságot,
kedden a hatodik fordulóból előrehozott Zalaegerszeg elleni győzelemmel már negyedik sikerét aratta Kálmán László együttese. A nyíregyháziak szakmai igazgatója Sitko Ernő számára nem ismeretlen korábbi válogatottbeli társas stílusa, amely jellemző az általa irányított csapatra is. Ő ugyan nyílt sisakos kosárlabdát játszott játékos korában is, és edző korában is. Ez azt eredményezte, hogy általában 110-100-ra nyert a Falkó mondjuk hazai pályán. Nagyon bízom benne, hogy ezt ellenünk majd nem fogja tudni megmutatni, és hazai pályán mi bátran játszva, önbizalommal játszva meg tudjuk venni majd a Szombathely együttesét. A nyíregyháziak irányítója Busz Iván az előző szezonban Szombathelyen játszott, így jól ismeri a szombati ellenfelet, annak ellenére, hogy kevesen maradtak a tavalyi keretből. A magyar magból is sokan távoztak, a Perzoli ment ki Olaszországba, egyik legjobb játékosuk Viltomi. Én is hazajöttem Nyíregyházára, a légiós meg pedig teljesen kicserélődött, úgyhogy mondhatni, hogy egy vadonatúj garnitúra vágott neki ennek a szezonnak, amit úgy tűnik, hogy egész jól összerakott Kálmán Laci, mert tavaly sok kritika érte a csapatot azért, hogy nagyon Kálmán Laci is volt a játéstílusuk, ami azt jelentette, hogy mindig egyel többet próbáltunk dobni az ellenfélnél. Idén ez úgy tűnik, hogy változott valamilyen szinten, hiszen most a hétvégén fektették két vára a Paks csapatát, aki egy nagyon erős csapat hazai pályán. Mindössze úgy, hogy 61 pontot kaptak, ami nem kis teljesítmény, úgyhogy úgy tűnik idén a védekezésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Úgyhogy kemény összecsapásra van kilátás. Hazai pályán mindenféleképpen szeretném megnyerni a találkozót, és reméljük, minél többen kilátogatnak a mérkőzésre. A Malsó Nyíregyháza Szombathelyi mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 óra 30-tól láthatják az összecsapást. Az elmúlt év eredményei alapján az ország 150 sportlövész egyesülete közül a 8. helyen zárt a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület, amelyben közel 100 fiatal versenyez jelenleg. Novemberben az egyesület rendezi a Diákolimpia országos döntőjét, jövőre pedig a lőterőkön edzőtáborozik majd a riói olimpiára készülő válogatott keret. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 1928-ban alakult, és az elmúlt közel 9 évtizedben számos sikert értek el az egyesület versenyzői. Fúrián Éva személyében olimpikonnal is büszkélkedhet az NPL-e, melynek színeiben világ- és Európa-bajnoki érmes sportlövők is versenyeztek. Jelenleg közel 100-an járnak az edzésekre, és a fiatalok közül többen ez évben is ott vannak a legjobbak között. Több országos bajnoki lövünk is lett, második-harmadik helyen büszkélkedhetünk. Múlt évhez képest úgy gondolom, hogy meg fogjuk duplázni a pontjainkat, az olimpiai pontjainkat, illetve hát mindenféleképpen szeretnénk, hogyha az Európa-bajnokságra is tudnánk időt szánni, és tudnánk versenyzőket részt venni, és ami egy nagyon nagy szó Nyíregyháza számára, az, hogy az országos diákolimpia döntőit idén Nyíregyháza rendezheti meg. Ez is azért hozzákapcsolódik ahhoz, hogy nagyon eredményesek vagyunk, és ezért vívtuk ki ezzel a tiszteletet. A 16 esztendős Agádi Péter mi csak két évvel ő versenyszerűen, de az idén az ifjúságiak mezőnyében már egy bajnoki ezüstöt és egy aranyérmet szerzett a Klúri gimnázium tanulója. A hosszú távú terveim, akkor ki szeretnék jutni az Európa-bajnokságra, amit Győröt rendeznek 2016-ban. Rövid távú céljaim pedig a Hungarian Open-en való eredményes részvétel. A Diákolimpia országos döntőjét az egyesület november 21-én rendezi Nyíregyházán, a Bencsiskola Tiszavasvári úti csarnokában, jövőre pedig a Stadion úti lőtéren edzőtáborozik majd a riói olimpiára készülő válogatott keret. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 16 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a szám országosan 230 fölötti. A helyzetet tovább nehezítheti, hogy csak júniusig 912 külföldi munkavégzéshez szükséges bizonyítványt állítottak ki egészségügyi dolgozók részére, derül ki az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ adataiból. A vége felé közelednek az őszi betakarítások a kukorica, a napraforgó és a burgonya földeken. Az aszályos nyár miatt az idei évben szinte minden kultúrában jelentősen lecsökkentek a betakarítható mennyiségek. A kukorica a tavalyi évszázados rekordtermés alig felét produkálta az idén. A mai napon országszerte az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek. A megyében is számos helyszínen tisztelegtek az 59 évvel ezelőtti események hősei előtt. A központi ünnepségnek idén nyírtelek adott otthont.
A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken, a hétvégén heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, tudósításaink továbbra is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép a hétvégéjük, viszontlátásra! Holnap csendes, párás időre számíthatunk. Nyugat felől egy anticiklon egyre jobban benyúlik a Kárpát-medence fölé is. Hatására a szombat estig csendes őszi idő várható. Elsősorban az éjszakai, kora délelőtti órákban több helyütt köddel, az ilyenkor megszokottnál 1-2 fokkal alacsonyabb hőmérséklettel. Éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, sokfelé párás lesz a levegő, főleg az éjszaka második felében ködfoltokra is számítani kell, csapadék nem lesz. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. A ködfoltok a délelőtti órákban megszűnnek, majd időnként megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az esti óráktól újabb köd képződhet, csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti jellegű hatás van térségünkben. Vasárnap és a jövő hét elején is folytatódik a frontmentes, eseménytelen őszi idő. Éjszakánként sokfelé képződik köd, majd a ködfoltok feloszlását változóan felhős idő követi, helyenként azonban tartósan is megmaradhat a köd, csapadék nem várható. Éjjel hideg lesz, helyenként talajmenti fagyra is számítani kell, a maximum hőmérséklet a sok évi átlag közelében alakul.